Sziasztok! Már nagyon rég jelentkeztem. Egy vagy két hete. Ugye akkor egy úszós videót mutattam nektek. Mit is mondhatnék? Hát az elmúlt két hétben sok minden történt. Például volt egy rendezvény itt a Hitótfalun. Várjál csak. Egy héttel ezelőtt szombaton. Rengeteg előadót láthattunk, különböző gyönyörű dolgokat mutattak be, karate előadás, tánc, várjátékok, és még sorolhatnám, rengeteg dolog volt. Ezt a napot nekem szánták, hogy egyfajta gyűjtési ceremónia volt, amiért nagyon hálás vagyok. Mondtak gyönyörű, szép bevezetőt, levezetőt, nagyon szívhez szóló beszédet hallhattunk, édesanyámhoz is szóltak, hozzám is szóltak, a családhoz is szóltak. Egyszerűen hálásak vagyunk, mert tényleg a falu az nagyon a szívére vette azt, amit mi elkezdtünk itt csinálni, ugye a kéz. És képzeljétek el, 10 polgárokká lettünk avatva, és nem tudom, én ezt nem tudom, miért érdemeltük meg, de tényleg nagyon szépen köszönjük, hiszen ez egy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy abban a faluban ilyen dicső szavakat zengnek rólunk, hiszen egyébként nem is vagyunk olyan nagy számok, csak éljük az életünket, a mindennapjainkat. Hát köszönjük tényleg, hálás köszönet azért, amiért velünk vagytok, falusiak és az országban bárki, az országon túl mindenki. Köszönöm szépen. Ezen a napon is összegyűlt némi pénz. Haladunk, nagyon szépen haladunk az egy, illetve két kéz felé. A rajzolásomat is folytatom. Lassan festés jön. Hát, igyekszünk, haladunk. Kiállítások lesznek majd, remélem. Szombathelyre megyek majd május elején előadni. Zajlik az élet. Akinek tetszett a videó, lájkoljátok, akinek nem, az ugye dislike, lehet kommentelni nyugodtan. Most adtam egy pár információt, majd hamarosan jelentkezem. Szerintem így ennyi, élvezitek a napsütést, nagyon jó idő van, menjetek ki az udvarra, legyet szép napotok. Sziasztok!